Szeretettel üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban a közelgő húsvéta gondolva az Evapor Shop jóvoltában egy pár új terméket fog bemutatni. Az első terméket meg fog mutatni. Már ismerős lehet pár vapernek. A shop kínálatában már szerepelt a Koi Master DI szerszámkészlet. Ez a készlet egy kicsit más, mint az elődje volt, ez a V2-es verzió, meg is mutatom, hogy mit tett ez a doboz. Íme a doboz tartalma. Egy ohmméter kapott helyet a csomagban, mint az előző szedben is volt, egy Koi Master tekerősegéd, a kiegészítő tüskék, egy nagyon esztétikus műanyag tárolóba csomagolva, valamint egy 10 láb, durván 3,5 méter hosszú, 3,5 feles A1-es kantálhúzal, illetve egy jobb minőségű óló, mint az előző készletben volt. Ez egy ilyen széthúzós szerkezet, íme ez az óló kap ott helyet a készletbe. Valamint nagy örömömre, tehát a sokan körülményre egy kerámia végű csipesz, egy halított végű csipesz, egy hagyományos csavarhúzó, valamint egy csillag végű csavarhúzó, illetve egy lapos vagy kombinált fogó, valamint egy oldal csípő fogó kapott helyet a készletben. Készletben egyébként van még két kimunkálás itt fölül, ami látható valamilyen szinten, nem tudom, hogy mennyi látszik a videóba. Ha ezt ide eltávolítjuk, ezt a két szivas darabot, akkor ide be lehet helyezni két darab pót akkumulátort esetleg, hogyha valami találkozóra akarunk ebből a készlettel menni, akkor ide két pótaksit be tudunk helyezni. Egyébként a készlet nem tartalmazza a pótakkumulátorokat, tehát ez egy opcionális kialakítás ezen a tokon belül. Egy nagyon jól összerakott kis szerszámkészlet, szerintem egy elcigi találkozón egy vapernek kimondottan nagy hasznára lehet. A másik termék, amit így gyorsan megmutatok, az nem ő lesz, ugye a Kaifu V4-es klón, hanem ennek a kis tesója, ami nemrég jelent meg, a Suamesto V3-as Kaifu Mini klón porlasztó. Nagy vonalban megmutatom most a porlasztót, hogy hogy is néz ki, és még egy videóban vissza fogok térni, és meg fogom mutatni, hogy hogyan kell ezt a porlasztót használni, tehát hogyan kell beüzemelni íme. Egy esztétikus, aránylag kisméretű porlasztóról beszélünk, kvarcüveg palástal. Itt felhívom a figyelmet, hogy erre nagyon vigyázzunk, mert ha oda csapjuk valami, ez akkor el tud törni, sajnos egyre nem pótolható, tehát erre figyeljünk oda, de hát minden üvegpalástos porlasztóra vonatkozik ez a kis felhívás. Érdekessége a porlasztónak egyébként az, hogy állítható levegőzése van, illetve állítható folyadékellátása van. A folyadékellátást a felső palást rész eltekerésével tudjuk elvégezni. A levegőállítás pedig, hogyha az alsó csavart kitekerjük, belül ugyanúgy, mint a Kaifu V4-nél van egy belső csavar, amit ha tekerünk, akkor ezeket a levegőző fullatoknak a keresztmetszetét tudjuk növelni, illetve csökkenteni, és ezáltal tudjuk állítani a levegőzést. Single coil-be lehet ezt a porlasztot bekötni, tehát nem kifejezetten szubbomra van kitalálva, tehát ez a hagyományos vaper tank kazánnak nevezném, tehát igazából nem egy szubbomos porlasztó, de nagyon jó ízekkel, illetve nagyon jó gőzzel bíró kis szerkezet, tehát csak ajánlani tudom. A készlet egyébként tartalmaz még egy tartalék tömítést készletet, valamint egy használt útmutatót, tehát ebből áll a
Kaifun V3-as mini set, amit majd később évben meg fogok mutatni részletesen, hogy mégis hogyan néz ki ez a dolog. Remélem sikerült egy pár ötletet adnom egy húsvét közelettével. Mindenkinek jó egészséget és jó vizést kívánok. Sziasztok!